Sziasztok! Mi fotósok abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rengeteg olyan képet készíthetünk, amik valakinek sokat jelentenek. Viszont amire korábban nem is számítottam, mielőtt sportot kezdtem fotózni, hogy itt is történnek olyan szituációk, itt is vannak olyan helyzetek, amikre az ember nem tud készülni. De mégis megtörténik, és akkor jó ott lenni. Hát az a meccs életemben egy különleges szerepet tölt be, mert tudtam, hogy az az első mérkőzés, amin a kisfiam ott lesz, és ez egy gyerekkori álmom volt, hogy amikor megszületik a kisfiam, még láthasson engem kézilabdázni, és be tudja jönni a pályára, meg tudjam fogni, sétáljak vele a pályán, és azon a meccsen történt meg, úgyhogy ez örök emlék lesz nekem mindig. Átkapcsoltam a hivatalos sportfotósból egy valami másba. Meg akartam csak örökíteni egy olyan pillanatot, ami tudtam, hogy a Máté örülni fog neki, amikor elküldöm neki később. Úgyhogy csak mérkőzés után tudtam vele találkozni. Hát szerintem mindent elmond a fotóval, hogy mit éreztem. Sírtam is, bevallom őszintén, de azt gondolom, hogy ez a pillanat ez egy egyszeri és megismételhetetlen volt, mert sosem lesz meg egyszer első mérkőzés a fiamnak, hogy látott engem. Jött utána az ötlet, hogy én ezt a képet kinyomtatom neki, és odaadom nagyban. Felvettem a nyomdával a kapcsolatot, elküldtem nekik a fájt. Izgatottan vártam, majd néhány nappal később hívtak is telefonon, hogy készen van, mehetek érte. Embepatadom a kocsiba, elmentem érte. Nagyon jól nézett ki, nagyon tetszett, és biztos voltam benne, hogy neki is tetszeni fog. Úgyhogy visszapattattam az autóba a képpel, elindultam a Máté felé, közben hívtam őt telefonon, hogy otthon vagy-e. Máté, otthon vagy? Igen, otthon vagyok. Annyit tudok kérdezni, hogy baj van, kérdeztem, hogy na mondd már, mi van, baj van, valamit segítsek, vagy mi történt. De mondta, hogy nem, nyugi, mindjárt ott van, mindjárt itt van. És akkor megérkezett, akkor se tudtam, hogy miről van szó. Ajtót nyitott, leültünk a kanapéra, és fülig érő szájjal hallgattam Máté, amikor elmeséltem neki néhány szóba, hogy igazából most miről is van szó, most mi történik. Aztán láttam a képkeretet, de fogalmam se volt, hogy mi a cél ezzel, meg mi van a képen. Hát le volt takarva, és hát amikor megmutatta, szintén sírtam, ami rajtam röhögött, úgyhogy ez is egy fantasztikus pillanat volt, és ezt egy ilyen ajándék formájában átadta nekünk, ami tényleg nagyon megható volt, és hát igen, megint pityeregtem egy kicsit. Azt kérném most tőletek, és nem csak a fotósokhoz szólok, hogy gondoljátok át, van olyan fotótok valakiről, ami az illetőnek sokat jelenthet. Nem kell, hogy ez profi legyen, ez nem arról szól, hogy milyen kamerával készült. Ez készülhetett telefonnal, ezt elmehettek akármelyik boltba előhivatni, olcsón, belerakjátok egy kis üvegkeretbe, pár száz forintból megvan. Itt a hangsúly azon van, hogy adjunk egy olyan ajándékot, amit a fotózás tud adni valakinek, mert ez ettől szép, és higgyétek el, megéri. Sokat fog jelenteni az illetőnek, és ez tipikusan a jó adni érzést fogja bennetek is kiváltani.